Na. Én egy csodás történetet közvetített le nekem a tudnő. Nagyon sok nevekkel az apukám oldaláról, az anyukám oldaláról, sok elhunyt van, a gyerekeim nevét, a munkásságát apukámnak, még a volt páromnak a nevét is, és még azt is, hogy hát rengeteg nevet kellett leírni, még akkor nem is tudatosult bennem, hogy úristen, kik ezek a nevek. Majd csak mikor így összefoglaltuk az úrnővel, és én még ugye külön ezeket leírtam apukámhoz, apukám nevét, elmondta a munkásságát, ki volt a testvére apukámnak, ki volt a testvérei, munkásságát elmondta, hogy a mezőgazdaságban dolgozik, vagy dolgozik, már dolgozott. Akkor a testvérem oldaláról a gyerekei nevét megmondta, a férje nevét, a gyerekei nevét, a férje nevét megmondta. Úgyhogy rengeteg információt kaptam, amiben bele is zavarodtam, vagy bele, úgy mondom, hogy belezavarodtam, hogy uram, segíts már. Hogy belekavarodtam, na, már azt sem tudtam, még századba járok. De egy kicsit le is sokkolt, mert ugye van benne lélektörténet is. Az egy másik. Nem tudok még mindig beszélni, gyerekek. Bocsánat. Igen, az úrnő beszélt, pont a percbe hívott, amikor meg volt beszélve az időpont. Nem engedted, igen, ez így van, nem engedted, hogy beszéljek. És akkor jöttek az információk, a nevek, írtuk, vagy írtam, rengeteg, egy oldal, vagyis egy lap, négy oldal írtam. De amit ebből a négy oldalból még külön szedtem az apukámnak a hozzátartozójáit, a testvéreit, ugye azt egy oldal, és így be kellett külön karikázgatni, ki kié, kihez tartozik. Egy, megfordítom. Ez egy lap, mind a kettő tele van írva. Ez a másik lap. Itt is, ez is tele van írva. Ja, meg még ide is írkálgattam még, mert ugye közben is jöttek az információk, és meg ide is. Úgyhogy rengeteg név. És amit csak így mutatom, így messziről, ez az apukámé, ez az anyai oldal, hagytam ki helyet. Ez az egyik gyerekemnek az oldala. Ez a másiké. Ez a harmadiké. Ez a Zoli, és még a páromnak is van benne egy oldal. És nem is neki közvetített az urna, hanem nekem. Ez az enyém. Itt vannak az elhunytak. Úgyhogy ezt így kell majd összesíteni. Úgyhogy azért mondom nektek, hogy rengeteg, és amikor az úrnő ugye közvetített, még nem is tudtam, hol rakni a neveket eleinte, majd csak már, amikor összeírtam, amikor már összeállt a kép. Úgyhogy rengeteg név, szép történetet kaptam, van benne lélektörténet is, azzal még lesz dolgunk az úrnővel. Úgyhogy kicsit lesokkolódtam tegnap este, hogy amikor már ezeket leírtam, külön szedtem, hogy kihez mi tartozik. De egy fantasztikus közvetítésbe volt részem, és hálásan köszönöm az úrnőnek. Szia, Zsuzsi! Még azt is elmondta, hogy anyukámnak biopsziát vettek, és ez is igaz.
Mindent, amiről nem is tudhatott, anyukámnak a nevelt lányát is elmondta, akkor a gyerekeimnek az apjáról, a testvéreit, a gyerekeit, a testvérének, a lánygyermekének a nevét is, úgyhogy minden tudott az úrnő. Ő egy tiszta áldással, egy tiszta látó, áldott lélek, nem is tudok mondani, egy angyal. Nem is tudok rá mit mondani, egy angyal. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, menjen nyugodtan az úrnőhöz. Szia, Ildikó, mindent le fogok nektek közvetíteni, aki beregisztrál hozzá, mindent meg tudtok, és a valóságot fogja nektek csak is mondani. Úgyhogy higgyetek az úrnőbe, és regisztráljatok. Ezt tudom mondani. Én hálásom, köszönöm neki a közvetítését, a védelmét, mindent hálásom. Még azt is megmondta az úrnő, hogy mikor a gyerekem megégett, azt is megmondta, és azt is megmondta, hogy milyen autó. És az is igaz volt. Úgyhogy az úrnőnek egy csodálatos áldással van megáldva, és köszönjük a Jóistennek és az úrnőnek is, meg minden égieknek, hogy egy ilyen csodálatos tisztánlátót küldött nekünk, mert nekünk szükségünk van rá, mindönk, aki beregisztrált szerintem, ugye? Szóljatok hozzá! Természetesen. Megbabonáz ezekkel a szemekkel. Én ki vagyok. Komolyan mondom, amikor berakja így nagyba ezeket a képeket. Én még mindig nem tudok beszélni, meg mindig hatással vagyok, még nem tudom. Én nem csodálom, mert én is, tehát nekem. Ennek az egész dolognak, úgyhogy az egész közvetítésnek még mindig nem tudok úgy beszélni, ahogy szeretném.